A Tisza és a Bodrog mentén számos turisztikai szervezet és kisebb-nagyobb település található, melyek között nincsenek bejáratott kommunikációs csatornák, hangzott el a konferencián. A Tiszavasvári Média Egyesület 870 ezer forintos támogatást kapott a Nemzeti Együttműködési Alapból, azzal a céllal, hogy elindítsanak egy közös weboldalt, valamint részt vegyenek turisztikai fejlesztéseken, továbbképzéseken. Külön-külön működik több szervezet, és ezek között van némi informális kommunikáció, de tulajdonképpen nem tudunk mindent egymásról, nem tudunk egymással olyan szinten kapcsolatba kerülni. És azt látjuk, hogy a Bodrog és a Tisza, mint vízi útvonal, illetve az ezekre ráépülő euróveló bicikli és kerékpáros út egy olyan lehetőséget ad, amivel az ideérkező turisták végig tudnak vonulni több tájegységen, több településen, illetve több történelmi vidéken is át tudnak menni, és ezáltal megismerik gyakorlatilag a keleti tájegység mindenfajta szegletét. Szakmai workshopokat, kerekasztal beszélgetéseket és tanulmányutat is szerveznek az elnyert pénzből. Emellett az együttműködők célja, hogy létrehozzanak egy olyan weboldalt, amin a települések polgármesterei és a turisztikai szervezetek képviselői kommunikálhatnak egymással. Azzal az elvárással érkeztünk ide Tiszadobra, hogy egy gondolatébresztő, közös együtt gondolkodást indítsunk el, mint egy előszobájaként egy-egy közös fejlesztésnek, hiszen az itt lévők és itt mindenki tudja, hogy a térséget egyben tudjuk csak kezelni, egyben tudjuk csak megmutatni a vendégeknek, és egyben tudjuk csak vonzóvá tenni a turisták számára. Ladomirszky László kiemelte, a jövőben elsősorban a vízi turisztikai és az aktív turisztikai fejlesztésekre koncentrálnak majd, melyek között a természetjárás, a lovaglás és a kerékpározás szerepel az első helyen.